nem szeretem a push-up-os melltartót, nem szeretem a nagy sminket, mert mindig az jut eszembe, hogy mi lenne reggel, akkor megijednek mellettem az ágyba, hogy nem is úgy nézek ki. Nem is tudom, hogy ki az, aki régebb óta szeretnék elhívni, mint téged, és annyira örülök, hogy itt vagy, és pont azon gondolkoztam az előbb, amikor jöttünk be, hogy igazából két rész kéne egy sminkelő, és amikor itt beszélgetünk arról, hogy a magadhoz való viszonyod, meg kéne egy külön rész, amikor csak beszélgetünk, hogy most valami, nem tudom még, hogy hogyan fogom összefésülni, nem mindegy, majd közben ezt kitalálom, úgyhogy tök jó, hogy itt vagy. Köszönöm. Az neked egy pillanatig sem volt gond, hogy smink nélkül beülj. Nem, hát ugye a sminkünkkel, azzal, hogy mi van rajtunk, azzal valamit közlünk. Tehát én is reggel átgondoltam, hogy mi legyen az üzenet, vagy nem tudom. És arra gondoltam, hogy ez akkor érdekes nekem ez a műsor, vagy egy ilyen helyzet, hogyha azt mutatom meg, amilyen vagyok. És álltam egy kicsit a gardróbomba, hogy mit vegyek fel, de aztán arra gondoltam, hogy olyat fogok felvenni, ami a leginkább, amiben én jól érzem magam. És ez például nagyon érdekes, én imádom a feketét. Tehát rajongva imádom a feketét, és mindig felmerül lesz, hogy tévébe itt ott, nem, hogy így nem szeretik. Én meg azért szeretem, mert hogy a lényeget egyébként jobban kimutatja szerintem, mint hogyha most itt beültem volna egy pinkbe egyébként. Én azt sem tudtam, hogy van tetoválásod. Igen, azért a nyáron elkezdtem lázadni, 42 évesen. Soha nem késő, egyébként én is 42 évesen maradtam az elsőt, úgyhogy... Igen. Igen, ezek üzenetek, tehát posztitokkal is járhatnék itt, de az egy kicsit ilyen néznek. Nekem hozzá nagyon illik a tetoválás. Én is egyébként, én is azt érzem, hogy ez való nekem, csak mindig az volt, hogy ezt nem tehetem meg, mert a színésznő nem teheti meg. Nem akarom gondot okozni. Anyámnak nem tetszik, tudod? Anyám mindig azt mondta, hogy én undorodom a tetoválós emberektől. Előre megmondtad, vagy utána? Utána. Nem beszélt volna. Jó, hát végül is legyen kettő volt, tehát persze, nem mondja meg az ember bátran előre. Nem, utána. Egyszerűen azt éreztem, hogy ez nyáról szólt, hogy így akkor viszont ez az én testem, az én életem, és én azt csak, amit akarok, és majd a jelmeztervezők, sminkesek megoldják. Ha meg ezért nem kellek, akkor köszönöm szépen akkor. És lealapozzák? Van, amikor lealapozzák, van, amikor van olyan színház is, egyébként, ahol én magam is lealapozom, mint ahogy a gyűrűimet is mindig levettem, amikor még volt egy gyűrűm. Hiába játszottam mondjuk egy feleséget, akinek lehetett volna, én mindig azt éreztem, hogy akkor ránézek a kezemre, és az civil. És akkor azt levettem, és felvettem a kelléke egy gyűrűt. És van olyan darab, aminél azt érzem, hogy ez az enyém egyébként, az nem a szerepé, és akkor én is eltüntetem. Igen. Mert hogy ez az átlényegülés, ez nyilván a sajátja minden színésznőnek. Nagyon sokan azt mesélték itt ebben a helyzetben, hogy amíg sminkelik magukat egy-egy előadás előtt, tulajdonképpen az a ráfutás, vagy meditálás, vagy a ráhangolódás magára a darabra. Én azt szoktam mondani, hogy na megyek és megrajzolom ezt a nőt. Akkor igen, aki, ugye? Aki az nap kell legyek. Aha, igen. A színházban magadat sminkeled mindig? Mindig, és mindent meg tudok csinálni. Tényleg? De nagyon, igen. Engem ez nagyon érdekel. A főiskolán mindenkit én sminkeltem őrületes nagy maszkokra, meg minden. De ezt miért nem lehet rólad tudni? Én ezt nem tudtam, hogy te ilyen... Én nagyon jó rajzolok például, és akkor szerintem ez egy ilyen képesség. Aha. És mert ezzel nem, vagy nem kétkedek, vagy nem szóval, hogy így azt érzem, hogy így nem kérkedek, mert úgy egyszerűen... Ez így valahogy hozzám tartozik. Szerintem még egy csomó mindent nem mondtam el, vagy nem tudom. Magadat, hogyha mondjuk elmész valahova, akkor úgy sminkeled, hogy próbálgatsz új dolgokat? Vagy meglátsz valahol egy új klassz szint, vagy tusvonalat? Vagy, tehát, hogy ebben van ilyen kísérletezés is neked? Nincs. Én színpadon nagyon szeretek kísérletezni, és nagyon szeretem, amikor felöltöztetnek valami olyanba, amit én nem gondoltam magamról. De én egyébként egy ilyen nagyon hűséges típus vagyok minden szempontból. A kísérletezés az, mondjuk nem kockáztatok egy megismerkedésnél egy kísérletezéssel, hanem én azt szeretem, hogyha
És itt is azzal készültem, hogy úgy fogom kisminkelni magam, ahogyan én magamat látom, a leginkább mondjuk kifestve. Uh-huh. Mert hogy azt érzem, hogy, és ez főleg ez már így a korral is jön, vagy nem tudom, hogy nem szeretem a push-up-os melltartót, nem szeretem a nagy sminket, mert mindig az jut eszembe, hogy mi lenne reggel, akkor megijednek mellettem az ágyba, hogy nem is úgy nézek ki. De hát, hogy én azt gondolom, hogy én azt szeretem, vagy én abból csinálok versenyt, hogyha mondjuk elmegyek a bolt, és valaki felismer, akkor azt mondja, hogy ilyet, te ugyanúgy néz ki, mint a címlapon, vagy a tévében. Vagy nem, te jobban nézel ki életben. Tehát azt biztos olyan tudod, hogy azért nagyon szerencsés az alkatod olyan szempontból is, hogy nagyon kislányos. Kislányos az arcod, kislányosak a vonásaid, a testalkatod. Uh-huh. Tehát, hogy igazából szerintem rajtad minden öregít. Egyébként igen, kicsit öregít, vagy távol tart. A gyerekem nagyon érdekes, azt például egyáltalán nem bírja a smink van rajtam. Igen. És a rúzst, azt 2 éves volt, és hazament a előadás után rúzsba, és azt mondta, hogy azt vedd le. És amikor nagyon retusálnak, vagy egy ilyen nagy, nem tudom, címlapot készítenek, akkor konkrétan azt szoktam mondani a Milos Vélem, hogy nézzük, hogy hasonlít rád az a nő. És akkor rájöttem, hogy eltoltad. Hát ő vicces, persze is. De nincsen olyan nagyon sok cucc, vagy legalábbis most nem hoztál olyan nagyon sok cuccot. Van egy olyan neszeszerem, ami a nagy színpadi sminkekre van, de azokat az egyáltalán nem nyúlok, mert azok olyan kellékek, amik az utcán nem jó. Tehát vastag alapozó. Vastag, igen, most lehet benne sírni, vízbe menni, mindenben, tehát hogy azt nem, hanem van egy ilyen tök általános dolog, amit sose felejtek, én mindig rakok alá. Ez egy nagyon klassz kis cucc. Igen. Én a legtöbbet egyébként a filmes sminkesektől tanultam ezekben a dolgokban, hogy hogyan lehet a leginkább. És az mindig van, mindig krémezem magam, és betegesen sokat járok kozmetikába. Tényleg? A betegesen hát, az mi? Hát figyelj, én havonta járok tisztításra, és 2 hetente járok arctornára konkrétan, mert hogy valamiért azt akkor hiszem, majd azt hogy... a arctornás... Jó. Kontaktot azt majd, jó, ha végeztünk, igen, akkor légy, már meg. Szóval, hogy én valahogy ebben működik, hiszek. Tehát, hogy én ezekben hiszek, meg állandóan leszedek minden sminket. Tehát, hogy bőrápolás. Nagyon. Igen? Nagyon rendesen. Tehát én magam radírozom az arcomat 3 naponta. Igen, mert egyszerűen... Mit a fürdés után van egy olyan törölközőm, amivel ilyen nagyon dörzsi, uh-huh. És én szappannal csinálom, például szappannal szedem le, ez egy borsózat, nagyon bedörzsolom. Tehát ez olyan megelőzés párti vagyok, és hát... Nagyon szép. Nem udvarolok, hanem nagyon-nagyon szép a bőröd, és nagyon-nagyon fiatal, és gyakorlatilag hibátlan. Ez az arctorna, az mi? Az arctorna, az... Az egy olyan masszírozás, mert ugye, tehát ugye a gravitáció, ez ugye... Tudom, hogy fejjel lefele kéne aludni. Igen. Hanem, hogy nagyon erőteljesen masszíroznak. Tehát nem arról szól, hogy így pihenek és meditálás, hanem egyszer megdolgozza, és visszateszi az arcokat. És ezt egy ilyen... iszonyatosan édes egyébként egy nyugdíjas korú klasszik kozmetikus, aki úgy igazán nyomkod, és ez nem a szól a zen, és nem tudom, nem, hanem ez a kellemes langyos törő között hanem ez a megdolgozza. És akkor nekem ez egy ilyen ez nagyon jó dolog. És az otthoni bőrápolásod, azt mennyire veszed komolyan? Hát abban, hogy mindig leszedem. Tehát, hogy a tisztítás oké, az... Hát én minden este és reggel krémezek, és olyan rendesen. Tehát én mindent csinálok. A kis kollagén, a hialuron, tehát ezeket én mind. Nincs egyébként, még nem éltem semmiféle plasztikával, de csak minőségi krémeket, és azokat mindig. Sok vizet iszom, tehát így azért ezekre figyelek. Mióta ez nálad mondjuk így a színészettel együtt, vagy azzal együtt, hogy neked ugye színpadra kell állni, azért szépnek kell lenni, vagy hát azért ez egy fontos dolog, hiszen megmutatod magad, vagy egyszerűen csak így jött idővel? Mindig azt gondoltam, hogy ápoltnak kell lenni. Uh-huh.
Nekem, engem azt tart egyben, hogy például, hogyha, és én lehet, hogy smink nélkül kilépek az utcára, sőt simán, de mondjuk például illat nélkül sose. Nekem sosincs csúnya körmöm. Nincs lenövésem. Szóval én ezekre úgy van festve, hogy hosszan tudjam, tudod, ez a kicsit sötétebb föl, hogy így. Ezekre egyszerűen azért, mert ápolt szeretnék lenni. Mindig is éreztem gyerekként, hogy olyan jó, olyan felnőttekhez így odabújnak, én olyan tiszta illat van. Igen, nekem anyukámmal van ez, hogy csak leveszi a pulóverét, és felveszem, mert nem is én, úristen, mennyire jó illata van mindig, és az embernek ez így nyilván megtanítja. Meg az anyukám is egy kicsit ilyen, tehát hogy nem tudom, tehát én ez a, mindig azt mondta, hogy soha nem lóghat ki a bugyitból a gumi, mert mi van, ha elvisznek a mentők? Ugye, és mondod, hogy 10 évesen, hogy elvisznek a mentők. Tehát mindent lehet, az nem lehet, meg hogy a köröm cipőnek azt a belső részét is ki kell takarítani, igen. Mert hogy ott bukik le az összesre, mert hogy nem tudom, nem ápolt, hogy ott belül nincsen. Meg hogy miért a lábkörmöt télen? Nekem anyukám mindig ezt mondta, hogy az, akinek csak nyáron szép a lábkörme, az. Télen ugyanilyen szépnek kell lenni. Azért, mert nem látszik, ez nem azon múlik. Igen, ezek ilyen nagy tanítások. Milyen kamaszlány volt? Egyébként közben nyugodtan kezdj el sminkelni. Okay. Milyen kamaszlány voltál? Olyan, aki későn ért, aki korán már festegette magát, aki hamar tudta, hogy ő egy szép lány, vagy akart lány, vagy nő lenni. Minden olyan korszakot végig csináltam, amit végig lehet csinálni, borzasztóan elvittek. Szerintem 12 évesen Londonba egy hétre, ilyen osztály ment ki, és akkor én nekem egy barna hajam van egyébként, papíron ilyen krumpli színű haj, tehát ez ami bár barna lenne, de nem tudom, nem a krumpli héj, tudod, az a szürke. És vettem kettő, ilyen hosszú olyan volt, és vettem kettő doboz piros paprika színű festéket, és hazajöttem piros színű hajjal 12 évesen, és onnantól kezdve lényegében ha depes módos voltam, akkor úgy sminkeltem, ha nem tudom, tehát mindent végig. Tehát volt ördögűző időszak. Minden volt, voltam poppos, volt tárcsahajam, mindent, tehát ami volt, volt ez a fajta is, amikor így, és volt az ilyen, arra nincs mentség. Így, és így. Igen, platformos holdjáró cipőben, igen. Hát ezek, szerencsére arra nincs kép. Ez annyira, én úgy sajnálom, hogy nincsen ezekről kép. Denevérújú pulcsid? No, az nem volt, viszont voltam nirvanás, és a nagymamámat megkértem, hogy karácsonyra. Voltam nirvanás? Igen, és a nagymamámat megkértem, hogy kösse meg a piros-fekete klasszik Kurt Cobain-es pulóvert. Ami olyan, mint egy kutya szájából rángatták volna ki. És akkor ott volt gyönyörűen megkötve a karácsonyfalat, és fogtam magam, és azonnal elkezdtem kiégetni, összeférgetni, kihúzni, és azt mondtam, hogy te mit csinálsz? És mondtam, hogy hát nem haragudj, ez most lesz archiválva. Igen. Igen, ez az alapozón. Ez egy érdekes dolog. Hogy én rájöttem, hogy amikor az utcán ez vagyok... Ez nem klasszikus alapozó. Nem. Ez egy olyan termék, amit én Londonban rendelek, ez is egy filmes sminkestől tanultam. Tehát ezt rátették egy forgatáson, belenéztetek körbe, és azt mondtad, hogy Isten, tök jó, ez kell nekem, és utána felhajtottam. Mert az volt a lényeg, hogy úgy nézek ki, mintha egyáltalán nem lennék kisminkelve. Uh-huh. Tehát nem látszódhatott az alapozó. És az van ezzel, hogy mindig zavart engem az alapozókban az, hogy télen más az ember bőre, nyáron más, akkor ha hányat vegyek, miért vegyek, nem tudom. És ez azt csinálja, hogy a saját színedet adja vissza. Csak tehát kiegyenlíti? Kiegyenlíti a saját színedet, amilyen éppen aktuális. Tehát télen ugyanúgy tudom használni, mint amikor 40 fokba bebarnultam. Tehát, hogy egy ilyen nagyon okos dolog, ráadásul abszolút ilyen hidratáló, és ez egyáltalán nem látszik. És az fontos nekem. Tehát én légyben csak ezt használom, mint civilbe, ezt a cuccot. Fényvédesz, vagy nagy napozós vagy? Nagyon-nagyon szeretek napozni, borzasztóan. És még szoláriumba is elmegyek. Ne! De, ahogy elmegyek. Én ezt meg se hallom. Miért nincsenek foltjaid?
Mert viszont védelemmel megyek. Tehát, hogy aha. Én ilyen pöttyös lány vagyok, rajtam van sok anyanyag. Na de egyetlen egyet nem látok. Az anyanyagban? Hát igen, meg a pöttyökből. Az anyanyagban a hátamon, meg nem tudom mi, de azért úgy vannak, és akkor azért ott akkor azt mondtam, hogy én abszolút kerem magam. Kerem aha. magam, de én kint vagyok egész nyáron napon. És akkor csoki barna vagy? Nem tehát tudok teljesen csoki lenni, de szép barna. Igen, abszolút. Igen. És amikor hóka vagyok, és azt érzem, hogy egy kis szín kell, akkor bemegyek tényleg a szoláriumba. Tudom, hogy nem szabad, tudom, hogy ez szörnyű, hogy mit művelek a testemmel, de lesz tőle egy kis színem. Szenvedélye. Igen. Lesz egy kis színem. Igen, látom, hogy nem, tehát hogy nincsen alapozó réteg rajta, ez nagyon klassz. Igen, ez egy jó dolog. Na látod, mennyi mindent tanulok. De én ezt nem is láttam még Magyarországon. Nincs, ez sajnos ezt rendelni kell. Na, tök jó. Igen. Na és akkor mi az, ami még ilyen kötelező, ami... Hát a kötelező szerintem az, hogy az embernek legyen szemöldöke. Az egy neked nincs tetoválva. Volt, de már kikopott, itt egy kicsit volt, mert nekem nagyon szép szemöldököm volt, és az valahogy a szülés után ott minden, ott valahogy ott itt lettek ilyen lyukak, és aha. akkor ott láttam. És akkor kipótoltattad? És akkor azt egy picit, de már teljesen kikopott, úgyhogy többet nem fogom csinálni, mert fél évig nézett ki jól. Igen, kikopott. És akkor de nem tetszett? Nagyon tetszett, de kikopott. Hát na jó, de hát az újra lehet csináltad. Minek? Hát akkor inkább megrajzolod mindig? Igen. És rajzolod, vagy fested, vagy porozod, vagy húzod? A legolcsóbb termék. A Catrice-nak. Igen. Ez a legjobb fej, ahol hozzá, mert ilyen kicsi. Én ezt szeretem a legjobban. Ennek ilyen, mint a spirálnak, olyan vége van? Igen, ez. Aha. Ez. És ez is egy filmestől tanultam. Tehát tényleg a legolcsóbb. A másik kedvencem, ami szintén legolcsóbb, az ez a spirál. Ennél nincsen jobb spirál. Én ezzel sírni tudok a színpadon bármi, tökéletes. Egyébként így, hogy ennyire szeretsz sminkelni, meg ez érdekel, meg jól is sminkelsz, gyűjtögeted is, vagy így figyeled a smink cuccokat, hogy mik az újak, mi az, ami most éppen nagyon megy, hogy van valami, nem tudom, szupersztár termék, vagy azért nem így érdekel? Nem így érdekel, hanem amikor dolgozom valakivel, akiben megbízom, vagy érdekel, akkor mindig azt gondolom, hogy megtalálnak azon a tanácson, ami nekem való, vagy amire nekem szükségem lehet. Ragaszkodsz sminkesekhez? Ragaszkodsz sminkesekhez? Tehát vannak olyan sminkesek, akikről tudod, hogy a legjobban ismerik az arcodat, és tudod, hogy azt... Nincsen? Nem. Én azt gondolom, a jelmeztervezőkről, a stylistokról, hogy ez egy szakma. Egyáltalán nem biztos, hogy amit én a fejemben gondolok, hogy nekem jól áll, az egyébként tényleg jól áll a kamerának. Vagy egyébként, tehát hogy én nem foglalkozom azzal, hogy most itt, bocs, milyen lesz a beállítás megfordítani, hogy másik fogja kérdezni. Tehát én ezeket nem... Azt érzem, hogy ez annyi energiát veszne el, hanem inkább az, hogy én megbízom abban, hogy aki odajön szakemberként, az jól fogja végezni a dolgát. És nem is gondolom, hogy az én dolgom egyébként eldönteni, hogy én jól nézek ki, vagy nem, hanem egyébként meg egy másik ember, aki a rendező, meg az operatőr, akinek ezt meg kell tudnia ítélni. És nekem vannak csalódásaim, és nagyon sokszor van az, hogy egyébként nem jól látták, nem figyeltek, nem volt, lehetett volna jobb, és mégis mindig bizalmat adok egyébként mindenkinek. Nincs bennem. De van olyan, hogy mondjuk forgatsz reklámfilmet, vagy fotóznak címlapra rengeteget, így nézegettem csak a címlapjaidat, irgalmatlan mennyiségű címlapot csinálsz folyamatosan, hogy belenézel a tükörbe, és egyszerűen nem komfortos. Tehát, hogy látod, hogy ez nem jó neked, vagy nem szereted magad úgy. Vagy már annyira jobban vagy magaddal, hogy gyakorlatilag ezt is így egy mozdulattal megugrod. Én annyira elkezdtem azt gondolni, hogy amit én gondolok a világról, és amit én akarok kommunikálni, és ahogyan én akarom megmutatni magamat, hogy én hogy nézek ki bizonyos élethelyzetekben, arra ott van a két social felületem, ami nincs akkora nagy követő bázisa, de az nekem bőven elég, amennyit én egyébként akarom, hogy rólam az emberek gondoljanak. Nem fogok azzal foglalkozni,
hogy egy nőklapjától a Füles magazinig nincs energiám azzal foglalkozni, hogy képszerkesztőkkel, meg nem tudom, kikkel, hogy most az... Tehát van egy fotó, én elfogadom a fotósnál, a fotózás közben, aztán egy tök más dolgot megcsinálnak. De nem telefonálgatsz utána hisztérikusan, hogy... Egyáltalán nem. Tehát egyáltalán nem érdekel. Hanem... Igazából nem érdekel. Mm-hmm. Annyi van, hogy azt beszoktam tartatni, hogy azért a képek kiválasztásában azt vissza szoktam kérni a nagy magazinoknál, vagy a tévéknél, a sajtóanyagnál az első körben. De hát most is például volt egy ilyen helyzet, hogy kiválasztottam egy csomó képet, és aztán egy olyan retusületes, vagy olyan... Tehát nem is olyan színű volt a felső rajta, mint amit az nem is így az, hogy... Így mulat egy magyar színésztő, nem. Azt érzem, hogy egyszerűen elvenni az energiámat, hogyha ilyenekkel foglalkoznék. Na, ezeket, mint ezt mondom, ezek ilyen tatú, tehát hogy kicsit ilyen tetó, ez teljesen ilyen nem jön le, mi az a szó? Vízálló? Igen, tehát nagyon sokáig kibírja egész. És ezek fényesek. Azért jók, ezek fényesek, és ezek azért jók, mert hogy nagyon sokáig... És újjal sminkelsz, kézzel sminkelsz. Szinte csak. Jó, van itt minden, az. De... Látom, hogy tele vagy ecsettel, csak nem nyitottad ki, és nem tudtam, hogy miért. Igen. Nagyon szép fényes ez és is. És akkor ez, és akkor az olyan, hogy mondjuk ezt reggel megcsinálom, ezzel nincs dolog. Ezekkel nincs dolog. Tehát így felrakom, és utána nem kell vele csinálni semmit napközben. Ez is, ezeket ilyen filmesektől. És teljesen azt gondolom, hogy nekem például egy csomó olyan termékem van, ami nemhogy nem a luxi, hanem a simán elérhető lakossági, teljes lakosság, és igen, tök okék. Hát figyelj, nekem nagyon sok minden van. A szempillaspirálom, a kedvenc szempillaspirálom, az is drogériás. Tehát, hogy... És akkor ennyi. Azt mondtad, hogy megvoltak a korszakaid. Igen. Ezek a rendes, igazából külsőséget jelentő korszakok. Uh-huh. De valójában mennyire voltál lázadó kamaszlány? Azt nem kérdezem meg tőled, hogy volt-e valaha az a problémát, hogy nézel ki, mert valamitől azt feltételezem, hogy nem. És egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy például ezen szorong. Eleve nem vagy szerintem olyan nagyon... Nem, de olyat például csináltam, szorongos. És ezt sem mondtam még soha senkinek. Hogy az én ilyen baby fejem, ami azért sokáig ilyen baby face volt, meg nekem, szóval nekem van egy olyan problémám, ami, hogy én a rózsadombra születtem, és a gazdagságnak a minden részét megtapasztaltam gyerekként, és aztán abból volt a legeslegdurvább lecsúszás is, tehát mindegyik megvolt. De az, hogy az emberek úgy ítélnek meg, hogy neked nem lehet gondod, hiszen te a második kerületbe születtél, az, és hát egy ilyen babyface vagy, és ilyen jársz Svájcba, de senki nem tudta, hogy mi van a négy fal között. Abban volt egy olyan, hogy én nagyon sokszor egyébként nem örültem ennek, hogy egy ilyen babyface vagyok, és például csináltam olyat, hogy a körmömmel itt kapargáltam, hogy olyan látszódjon, hogy szarul vagyok, de komolyan is, hogy idősebbnek tűnjek. Ez hány évesen volt? Talán 17. De ez nagyon durva. Érted? Tehát, hogy az, hogy egy kicsit úgy izélni, hogy az látszódjon, hogy ennek se könnyű. Hogy ne azt gondolják, hogy neked egyébként mi bajod van? Hát így nézel ki, 48 kiló vagy? Hát annyi szép voltam. Akkor. Most neked mi lehet a bajod? Ott laksz, nem tudom, hol a 11-es buszvonalán, mi a bajod? És tudod, amikor azt akarod kifejezni, hogy direkt koszosan, direkt is oda kaparsz valamit, hogy olyan különleges legyél. Azért az nem finom. Hát ez nagyon nem. És az, hogy tényleg az, hogy az emberek az alapján ítélnek meg, hogy ki vagy és hol születtél, és ítélkeznek. És azért ez, nem akarok sírni, mert tudom, hogy nagyon sok mindenkinek nagyon nehéz, vagy nem tudom, de hogy... Tehát volt bajom egyébként magammal, de pont emiatt volt bajom. Nem azért, mert nagy volt a fenekem, vagy nem tudom. De ezt... Ezt később is vitted magaddal? Tehát amikor mondjuk már színésznőként kezdtél el dolgozni?
De például az, hogy szép vagy, az, hogy nagyon jó az alkatod, az, hogy sokkal később fogsz megöregedni, mint egyébként nagyon sokan mások, mert van egy rettenetesen szerencsés genetikád, ez volt, hogy így, nem tudom, meghatározott, vagy zavart, vagy máshogy rekesztődtél ki? Mert neked könnyű, meg te vagy a szép. Te vagy a csini. Mit tudsz te arról, hogy milyen azért éhezni? Nem, színésztőként már nem, az már nem. Meg én erre mindig azt mondtam, hogy de én ezért dolgozom. Tehát én sportolok, én nem eszem akármit. Én hogyha ha fogom magam és bepizzázom éjfélkor, akkor utána 3 napig odafigyelek. Igen? Szóval, hogy én ezeken... De kell, vagy pedig annyira szerencsés vagy, hogy ez egyébként nem kell. Tehát figyelj, vagyok 158 centi. Simán rám szalad, érted? Vagy a tónusa nem olyan lesz a testemnek, vagy de, tehát abszolút. Mennyit edzel? Most azért, heti kétszer biztos, hogy futok. És mondjuk úgy nézek sorozatokat, hogy közben üzélek, tornázom. De például vettem lábsúlyokat, és akkor például van olyan, hogy úgy takarítok, meg úgy gyerekek a lakásba, meg úgy csinálom a gyerekem digitális oktatását, hogy csak úgy mellesleg, hogy ott van, mert rajtam az a lábsúly. Mert hogy kell, mert mondjuk 35 éves koromtól megy, ezért hiszem, hogy most már azért kell. Vagy mit tudom én, nem nyomogatom ki magamon a pattanásokat, mert tudom, hogy most már a bőröm egyébként nem, tehát elmegyek Katikához inkább, mert a bőröm már nem engedné meg azt, hogy a teste izéjek. Olyan francia vagy. Tényleg? Aha. Francia? Aha. Igen, ugye ahogy beszélsz, meg ahogy amiket mondasz, olyan, valahogy ilyennek képzelek egy Zsüli Delfi interjút, én őt nagyon, nagyon bírom. Most jön az, amit nagyon szeretnék a sminkes, akkor meg lehet velem csinálni. Mert te fölül megcsinálod a bízvonalat belül, figyelj, az fakír. Igen, de nagyon sokáig kontaktlencsés voltam, és szerintem még meg nem ütötték. És az ott és akkor azért egyébként nagyon más lesz. Igen. De például ez is olyan, hogy régen ezeket, tehát feketével sinkeltem, és most már nincs is fekete szerűzöm. Nincs, csak barna. És akkor a két részletes spirálozó. Két részletben spirálozó? Twiggyre? Igen, ez van alul, és az van. És azt szeretem, hogyha rendetlen a szempilla. Tehát egyáltalán nem azt nem szeretem, tehát ragacsosan csinálom. Neked van olyan színésznő, vagy van olyan ideálod, aki mondjuk úgy van a fejedben, hogy nem feltétlenül példakép, de szereted, ahogy kinéz, amit tesz azért, ahogy kinéz? Hú, nem tudom. Igazából nincs ilyen, hanem sok mindenkiből dolgokat így szeretek. És egy csomó mindenki olyan egyébként, akiket úgy szeretek, akik egyre egyébként egyáltalán nem hasonlítok. Hanem mindig azon gondolkodom, hogyha én... Tehát, hogy... Ezt csak csúnyán tudom kifejezni. Nem baj. Kire állna fel a faszom, ha férfi lennék? Aha. Tehát... Akkor például a Mágnás Elzát csináltam a félvilágban, ami ugye ilyen fanfatál. Akkor mindig arra gondoltam, hogy ha én férfi lennék, én biztosan Monica Bellucci-t szeretném. Tehát nekem ő kell. És ez nem azt jelenti, hogy... És arra gondoltam, hogy én el tudok lesni a Monica Bellucci-tól, mert annyira... Tehát nem az olyan, hogy... Mert más alkat, szóval nem tudok szigorú lenni veled, hát igen, alkat. Hát hogy egy más alkat. Tehát minden ízében más, de hogyha azt, amit ő tud az ő alkatával, azt én megtanulom, hogy a Malénába hogyan kell végig menni. Igen. És azt például én... Azaz velém van égve. Aha. És hogy azt gondolom, hogy igen, és azt én erre az alkatomra, meg aztán főleg annak a szerep kapcsán, mint inspiráció, hogy az segít, vagy attól én több leszek. Mondtad az előbb, hogy nincsen olyan nagyon sok követőd a különböző social platformokon. Neked nehéz volt egyébként, vagy nagyon könnyen ment az, hogy ezeket elkezd használni? Mert nekem például be kellett lépnem. Tehát nekem el kellett ezt kezdeni, hogy én ott vagyok az Instagramon, és nekem ezt meg kellett tanulni.
Hogy neked ez nem magától gond... értetődő volt? Vagy nagyon egyszerűen megy? Engem most olyan 75 ezeren követnek körülbelül. Az én sok? Ezért, az sok, és sose fizettem érte, és ezek nagyon, erre nagyon büszke vagyok. Ezek mind magútól jöttek. Én mindig én írom, mindig én kommentelem. Amikor éppen nem, akkor azt is tudják, hogy nem volt ideje, vagy nem tudom, hogy tehát, hogy én sose engedtem át azt például másnak, hogy más csinálja. Én ezt a dolgot technikailag meg akartam tanulni. Annyira, amennyi így illik hozzám. Ez érdekelt, tehát érdekelt technikailag az a dolog. Engem nem ez zavart ebben a dologban, hanem az az iszonyatos elitizmus, ami a szakmámban van, hogy vajon én ezt megtehetem. Tehát nekem azzal a mai napig van problémám, hogy kiteszek egy parfümreklámot, igen, mert én arra büszke vagyok, és egyébként meg tényleg ezt használom, nem tudom már mióta. Hát meg, akkor... azért, meg azért, bocs, de az Armaninak láttam, hogy igen, az Armanival dolgozol. Tehát... Szerintem azt azért nagyon nincsen igen, az, aki kikérné magának. De amikor kiteszem, akkor rögtön eszembe jut, hogy hány intellektuális értelmiségi színésztársam és kollégám azt mondja, hogy pacika. De mondják szerinted, vagy ez a te fejedben van, hogy mondják? Engem többnyire szeretnek, mert ugye egy ilyen kedves ember vagyok, tehát nem mondják, de gondolják. Honnan tudod? Érzem. És tehát egyszerűen érzem azt, hogy nem tudnak azzal mit kezdeni, hogy én egy színésznő vagyok, de közben a tévében is vagyok, közben ezt is csinálom, azt csinálom, és lehet, hogy ebben van egy nem tudom, féltékenység is, vagy egy nem tudom mi, de azért nekem azzal kezdeni valamit, hogy én igenis... szeretem tágítani azokat a határaimat, hogy nem csak színésznőként értelmezem magamat, hanem egyébként egy csomó minden más csinálok, és annak viszont a felülete az, hogy ugye én nem megyek el napi bulvárba, nem megyek el heti bulvárba, semmit nem csak már évek óta, nekem ez a felületem van, én ezt használni fogom, de zavar az, egyszerűen zavar az, hogy azért azt gondolom, hogy tényleg egy nagyon kultúrsznob az a közeg, amiben én egyébként vagyok, vagy ahonnan én indultam, és irigyelnek is, de közben meg is ítélnek. Amikor kirakod? Ez benne van a fejemben. Van olyan, amit azért nem csinálsz, vagy nem teszel ki? És most kifejezetten például az Instagramra gondolok, mert hogy mit szól a, mondjuk a Pozsonyi úti értelmiség, és egyébként neked itt tökre beleférne? Mert szerintem te sokkal nagyobb rock'n'roller vagy amúgy, és nekem mindig ez volt veled kapcsolatban az érzésem, mint ami igazából látszik, vagy amit megmutatsz. Most nem tudom, mire gondolsz. De arra gondolok, mint a tetoválásod, hogy egyébként meg nekem, hogyha sokkal intenzívebb lenne például az Instagram jelenléted, és még folyamatosan beszélnél, meg akár néha klassz dolgot reklámoznál, mint mondjuk egy Armani parfüm, vagy éppen beszélnél valami olyan dologról, ami éppen akkor téged érdekel, és mondjuk akár úgy lennél színésznő, mert tudjuk, hogy te színésznő vagy, és az az első, tehát nem az van, hogy te egy influencer vagy, és nem tudunk egyébként, nem találunk semmit, hogy mi a te foglalkozásod. Szóval hogy nekem te ilyen nagyon modern vagy, meg nagyon mai vagy, meg nagyon, nagyon beleférsz ebbe az én fejembe, de közben ennyire azért nem vagy jelen, meg látom azt, hogy egy kicsit minden ilyen egy lépéssel távolabb van, amit például az Instagramodon látok. Igen. Tehát, hogy jobban átgondolt, mint amennyire... Azt gondolom, hogy te... Spontán vagyok. Igen. Tehát, igen. Hogy... Az azért van, mert azt gondolom, hogy nem akarok túltengeni. Én minden nap ki tudnék tenni valamit, hogy éppen milyen cikket olvastam, vagy mi az érdekes, vagy... De azt érzem, hogy én nem akarok... Na de kinél tengenél túl? Hát azt követ, akit érdekel. Nem annyira fontos az életem. Tehát én ezt használom. Érted, mit mondok? Én használom azért, hogy a munkáim... az alapítványom, ez úgy meglegyen. Aha. De nincs, de nem... Ez egy eszköz neked? Ez egy eszköz. Ez egy eszköz, és nem egy megvalósítás, hanem így nem kell menni a Story magazinba. Mert egyébként, ha akarok valamit mondani, akkor elmondom. De kb. Erre gondolom. Tehát aha, komolyan. Tehát nincs... Kár. Tehát nem, hát lehet, hogy majd egyszer lesz egy ilyen, hogy kikívánkozik belőlem valami, és akkor úgy nem tudom, de most én nem érzem. Egyszerűen azt érzem, hogy nem... Igazából azért, mert... Nincs időm rá, vagy nem tudom. És nekem egy kicsit ez az érzésem veled, hogy igazából... Hogy lehetnél bátrabb, igen, mert hogy tök jó, amit mondasz, tök fontos.
kevés olyan van, aki kimeri mondani azt, amit gondol a világról, és hogy ebből pont több kéne. Lehet, olyan csajnál, aki egyébként valid minden más szempontból, mert nem csak egy influencer. Lehet. Tehát neked van igazi erőd. Igen, de lehet, de valahogy ne, tényleg nem érzem még, hogy ez olyan annyira kikívánkozna, vagy aha, nem tudom. Ez az egyik, és a másik meg az, hogy én azt gondolom, de ezt lehet, hogy rosszul gondolom, hogy az én életemben kellett húzni egy olyan határt, hogy mik azok az ügyek, amikért, akik viszont... Tehát az én életem az most úgy néz ki, hogy nekem, ami a karitatív, vagy az igazán fontos ügy, ugye nyilván a Suhany alapítvány, igen, amit alapítottunk, a TASZ, mert a TASZ az annyira fontos mindent, amit csinál, tehát lényegében az egy nagyon-nagyon fontos, mert nagyon nagy szeletét kiveszi, és van az állatvédelemnek ez a mentett kutya. Igen. És innentől kezdve én több dolgot nem vállalok. És egyszerűen, és bármilyen szeretettel hívnak föl ügyek, mert egyszerűen azt érzem, hogy a fókusz akkor el fog menni ezekre az ügyekről, és nem akarok azon nő lenni, aki egyébként meg mindig ott van és megmondja. Érted? Nem is erre gondoltam, hanem arra, hogy sajnos most azért 2021-ben, és azért ne legyünk álszentek, pontosan tudjuk, hogy az Instagramban mennyi álságosság van, és mennyi kamu, és egyébként mennyi rossz, ami egyszerűen rontja az embereknek az önképét, az énképét, a szépséghez való viszonyát, de hogy pont azokat a fontos üzeneteket, amik neked vannak, és egyébként ami azoknak nincsenek, mert nekik ez, igen, van, nekik marad a nagyon drága táska, meg marad a hatalmas nagy száj, igen, adott esetben. Tényleg ez, hogy pont neked lehetne ezeket a fontos üzeneteket valahogy integrálni olyan népszerűbb tartalmakkal elosztva, amitől egyre nagyobb tömegekhez eljutnának fontos dolgok is. Nekem ez az nekem ilyen az álom Instagrammerem, és nekem ez például abszolút te vagy, és egy kezemen meg tudom számolni, ki az, aki erre képes. Lehet, hogy egyszer erre veszek egy nagy levegőt, mert tudod, én azt is gondolom, hogy ez tök jó, amit mondasz, de én amikor mondjuk például elmegyek a Pride-ra és kiteszek, igen, egy izét, vagy azt mondom, hogy SFE, akkor veszek egy nagy levegőt, igen, és tudom azt, hogy is ki fogom nyitni az ablakot mindennek, és abból be fog jönni a szar is. Persze, és tudjuk. Akkor utána azzal, ugye, mivel én kezdtem, tehát érted, tehát, hogy tényleg én válaszolgatok, és tényleg én hájdolok, és tényleg én tiltok, innentől kezdve, így, te tudom azt, hogy mondjuk például most, figyelj, most kitettem egy posztot arról, hogy egy lassított felvételbe felveszem a maszkot, és úgy szállok ki, láttam, a kocsiból. És figyelj, 3 napom azzal tehet, hogy a gödényféle, nem tudom, trollokat tiltottam le, hogy ugye ne fölül állandóan az látszódjon, hogy így, ne, hogy mit kerestek, hol élt, tehát érted? Tehát, hogy és én azt érzem, hogy tehát valami nagyon nagy dolognak kell legyen, hogy nagy levegő, és akkor nem arról szól, hogy utána csak végig szívecskésem a kedveseket, hanem úgy tényleg az van, hogy így. És ez most azt érzem, hogy még nem kívánkozik annyi minden, vagy nem érzem azt, hogy nem fér ez most így bele. Kiket követsz? Mit nézel? Mi az, ami nem tetszik? A tesódat követem. Nagyon. Nagyon boldog. Igen. Kiket követek? Aha, mit keresel? Milyen tartalmakat? A Cilát követem. Igen. De van, amikor egyébként tiltom egy ideig, némítom. Amikor sok. Meg azt érzem, hogy ellentmondásokba keveredik. De aztán annyira szórakoztatóan csinálja, hogy így úgy vissza. Tehát úgy vissza. Visszamegyek. Az Oswald Zsoltot követem például. Igen, követem az egész szivárványos családos. Igen, Pál Marcékat. Igen. Nem akarok beleszólni. Igen. Követek kisházakat. Külföldi oldalakon kis házak? Ilyen kompakt, pici házakat, amiket építenek. Például hogy van egy ilyen... Picike helyen összkomfortos? Picike helyen összkomfortos, nagyon, tehát hogy egy ilyen nézé... Ez az egyik legvállalabb állat, követek kis házakat. Hát igen, én tudod, ilyen nagyon, nagyon édes, nagyon kompakt, nagyon keveset veszel a izéből, tehát abból például sok kicsi házat nézegetek. Tehát, hogy az nézek. Igen. Igen. De például civil Facebookom az már csak azért van, hogy legyen egy adminja az ennek. Tehát azt teljesen. Onnan lejöttem fél évig teljesen.
Aztán valahogy visszaszavárogtam, mert vettem egy új telefont, és azt dobta föl, tudod, ez a van egy ügy. De ott például senkit nem követek. Tehát ott nem is, lényegében az nincs. Az nincs, mert szeretni akarom a barátaimat, és azt látom, hogy olyan szinten hűlnek meg a Facebookon, hogy azt nem akarom látni. Sok tiltást csinálsz? Sokat. Az Instagramon, igen? Igen. És nagyon furcsa, hogy mennyire változik ez, hogy még többet a Facebookon. Tehát a Facebook népe, tehát az én hivatalos oldalomon, a Facebookomon olyan emberek talán... Tehát én valahogy azt érzem, hogy nekem az Insta sokkal inkább tehát akik engem az Instán követnek, azokkal minimális az, ami a cirkuszolás. De mondjuk például tehát az SFE cirkusznál ott mondjuk a Facebookon, ami rám szabadult, tehát a te szenny, te nem tudom, tehát ez volt? Tehát nagyon durván, persze. Szégyeld magad, a gyereked, Donetta, tehát a minden. És ez nekem az Instán nincs érdekes, hogy valahogy ott ez nem annyira van. Az Instagramon van egy-két annyira édes rajongó lány, akiket nagyon szeretek, velük van egy picit ilyen viszonyom. Hogyha ők például megtesznek valami, igen, meg ezek tudom. Annyira édesek, és annyira együtt vannak, és többen is. És az annyira megejtő nekem, hogy az jut eszembe, hogy én is azért egyébként, amikor rajongtam, akkor mennyire örültem volna, hogyha ha így elérhető valamilyen szinten az az ember, igen. akit szeretek. És azért ők vannak, és rájuk így vigyázom. És hogyha mondjuk ott az egyiknek szüli napja van, akkor annak azért küldök egy külön üzenetet, de egyébként nem szoktam osztályokat felköszönteni, tehát olvasatlanul mennek a mappám, mert nem fér bele ez az életembe, meg nem is akarom. Mondom, van egy-két ember, de azokkal szerintem jó fej vagyok, és lehet rám számítani. Az, hogy mondjuk kiház közügyek mellett, most akkor mondjuk az SFE-t, amiről én is viszonylag sokat posztoltam, és én nekem érezhető volt például abban az időszakban a kikövetés, hogy te ezeket így észreveszed, vagy látod, hogy szemmel láthatóan mondjuk kikövetnek sokan, amit már észre lehet venni egy-egy ügynél, ami tényleg ilyen közélet? Nem is feltétlenül politika, közélet. Én azt érzem, hogy nem. Tehát én inkább azt érzem, hogy tehát minimális, aki elmegy. Aki követ, az tudja, hogy kb. Mire számít. Hát inkább azt érzem, hogyha fölteszek valamit, akkor így, mintha menne ott nekik egy ilyen telefon, hogy szedjétek szét a Kovács Madicjára, nem tudom, Facebookja. Érted? Mert olyan emberek, hogy eddig itt se voltál, és onnan tudom, hogy itt se volt, utána felteszek egy semmilyen megosztó, nem tudom mit, és akkor már nem jönnek. Tehát akkor, mint hogyha csak addigra lennének fizetve, hogy ott jöjjenek egy kicsit kiabálni, de utána már neki nem fontos, hogy mondjuk egy színházi posztom alá is odaírja, hogy na ez az a liberális, nem tudom. Igen, tehát érted? Tehát, és akkor rájöttem, hogy igazából ők nem is követtek, hogy nem követtek, hanem csak oda jönnek, mert hogy itt lehet kiabálni. Nekem inkább ez van. Hogy ugye akik... Nem tartom kizártnak, hogy ez történik. Tehát igen, mert én azt érzem pont attól, hogy meg ez a kis közösség nekem azért fontos, és azért valahogy azt érzem, hogy ezek mind miattam jött, vagy érted? Igen. Tehát olyan még nem volt, hogy mondjuk egy olyan követőm, aki mondjuk rendszeresen kommentel, mondjuk csinál valami olyat, és azt mondja, na most itt hagylak, vagy nem tudom. Tehát ez az eddig szerettelek, de most már nem, hát ez minimális. Nem is életszerű, mert azért még hogyha más dolgokat posztolsz, akkor is lehet tudni nagyjából, hogy... Hát persze, hogy kb. Mit. Igen, hogy nagyjából így mit gondol. Nincs, hogy ez volt a férje, tudod, tehát hogy ez elég mindegy. Nagyon sok ember ezzel kapcsolatban, igen, nincs, csak kiderül, hogy vajon... Igen, nem tudom. Rúzs nem teszel? De ez már megvolt. Ez ennyi. Én annyira elmerültem abban, amit mondasz, hogy nem vettem észre. Hát ez is olyan, hogy ne látszoljon, hogy ez rúzs. Ez ennyi. Ez is ennyi. Ennyi csak. És kész. Ez egy vacsi smink, vagy egy sajtótájékoztató smink? Ez egy vacsi, és akkor nem látszik a pezsgős haramon se, hogy ez ott van valami. Nem, ez ennyi. Tehát mondjuk ez a, most elmegyek, és akkor nem tudom. Be kell minden lerújban valakivel beszélgetni, mert egy riportot kell adni, és nem tudom is, hogy akkor mondjuk így. Ennyi. De ez a maximum. Tök szép. Pont ennyi. Mondom, nagyon francia. Köszönöm. Meg hát szerintem ez is ilyen kor, hogy szerintem már nem áll jól a nagy smink. Nem?
nekem késztetésem nincs már a nagy sminkre, tehát hogy nem engem nagyon öregít is, de én nem is, nekem nem is komfortos már, egyszerűen így már valahogy megbarátkoztam annyira az arcommal, meg azzal, ahogy változik, hogy tudom, hogy mi az, amit kiemelek, de hogy így. De neked vagy a gyerekek, azok elfogadják a sminketet? Nekem a nagyfiam utálja. Utálja. Nekem nem tetszik. Nekem a nagyfiam mindig azt mondja, hogy majd neki, ha lesz barátnője, olyan lesz, hogy ilyen alig sminkeli magát, és ilyen röpködni fog a haja, és rózsaszín lesz a szája, nem ilyen nagy, meg nem tudom, és akkor így összenézünk az apjával, hogy ezt látta. Hát igen. Ő ezt tanulta. De miért van ez egyébként szerinted? Te most már olyan sok nővel beszélgettél, hogy miért van az, hogy azt gondoljuk, hogy van egy ilyen képünk arról, hogy a férfiaknak mi tetszik? Ez miért van ez? Van olyan, akivel beszélgettem, és egyszerűen tényleg attól érzi magát igazán. Tehát, hogy ez annyira, azért klassz ez, hogy ennyi szupernővel beszélhetek, mert tényleg látom, hogy teljesen őszintén mindenkinek más a komfortzónája, és hogy nagyon őszintén mindenki elmondja azt, hogy neki mi az, amitől igazán szépnek látja, hogy van, aki azzal küzdött kamaszkorában, hogy lecsúnyázták, hogy csúnya volt a bőre, és most már szép, de még szebb akar lenni, hogy más a közeg, ahol van, szóval az is nagyon meghatároz, hogy nyilván az a közeg, az az értelmiségi közeg, ahol te vagy, ott nem divat a nagy highlighter és a Kardashian. Még sose volt képzelni ilyen highlighter rajta. Mert tudod, ez a kontúrozás. Kárdes, de hogy tök máshonnan jövünk, meg mindenki máshonnan jön, és mindenkinek megvan a saját kis sztória, és ez egyébként a sminkben gyönyörűen látszik, és egy nagyon-nagyon klassz kis lenyomat önmagáról, de egyik se jobb vagy rosszabb, csak így egyszerűen mások, és amúgy így nagyon sokszor pörgetem vissza az arcokat, meg a sokféle sminket, a Tolvaj Reninek az ilyen nagy macska, és őt is imádom, hogy beül egy olyan zöld tussal, amit tényleg nem tudom, hogy csinált fizikailag, nem tudom, és tudom, hogy attól érzi magát olyannak épp. Szóval, hogy ez valahogy egy ilyen kis lenyomata az egész történetünknek, hogy kamaszkorunkban milyenek voltunk, hogy mit gondoltak rólunk a férfiak, hogy milyen kapcsolataink voltak, hogy mertünk-e csak simán natúr szépek lenni, hogy hallgattuk-e eleget a férfiaktól, hogy szépek vagyunk úgy, ahogy vagyunk, szóval, hogy bántak. Ez minden összeadódik a végére, és ez az, ami ebből lesz. Hát igen. De ez, amit csináltál, ez pont olyan, ahogy képzeltelek, meg ahogy képzeltem. Örülök akkor. Ha tetszett ez a videó, akkor lájkoljátok, illetve kommenteljetek, hogyha van bármilyen hozzáfűzni valótok, de a legfontosabb az, hogy iratkozzatok fel.